Május 11-én van Boldog Salkaházi Sára szociális testvér ünnepnapja. Ennek kapcsán beszélgetünk Repcsik Gyula plébános atyával, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Hogyan készül a plébánia erre az alkalomra? Az ő nevét viselő plébánia Újpalotán. 2008-ban ugye Szenteltefő bíboros atya a templomot is akkor adta ezt a nevet, de ugye nem csak ez a neve a templomunknak, hanem Urunk színe változása is, de valójában is Salkázi Sára védnöksége alatt ugye működünk, május 11-én van az ő emléknapja, ugye ez a május 11-e, ez az ő születésnapja. Érdekes dolog, hogy a vértanúknak általában mindig a mennyei születésnapjára szokta tenni a Szent Atya az emléknapot, de hát hogy az foglalt volt, mert május 27-e ugye Szent János ünnepe volt, és május 11-re tette, ez olyan szép tavaszi ünnep, és hogy hogyan készülünk, ugye minden évben ugye próbáltuk úgy is csinálni, hogy a következő vasárnapra tettük, mert hogy akkor többen tudnak eljönni, és egy jó néhány évvel ezelőtt Bábel érsekatyát hívtam meg, és azt mondta, hogy nem tudok eljönni vasárnap, tedd a napjára. És akkor óckodtam egy kicsit, hogy nem biztos, hogy jó, hogyha napjára tesszük, mert lehet, hogy kevesebben jönnek el, és tele volt a templom, ugye ez 4-5 évvel ezelőtt, hogy bátorította engem ez, hogy akkor mindig a napján ünnepeljük meg. Amúgy is, hogy az Egyházmegyei Szentségimádási napunk reggel 8 órától este 6 óráig szentségimádás van, és este 6 órakor pedig van ezt az ünnepi szentmise, előtte egy fél órával pedig litánia. Volt, amikor én, mint a plébános, hogy a közösségnek ugye az atya és apja tartottam az ünnepi szentmisét, most pedig ugye meghívtam az esperesünket, Horváth Zoltán atyát, aki az Egek királynéja templomnak az esperese és plébánosa. De hát hogyan készülünk? Egy szentségimádással, és hát ugye a közösségeink is, a hittan közösségeink is készülnek ezzel, felelevenítjük az életét. Ugye hát ne azt mondhatom, hogy már akik oda járnak, azok már szinte ismerik is az ő életét, de nagyon sokan vannak olyan, akik nem. És ezért próbáljuk a hittan csoportjainkba, hittan közösségeinkbe beszélni, Uram, amit tudtok róla, házi feladatként feladni nekik, hogy vegyétek el a szentek életét, menjetek fel a szociális testvéreknek a honlapjára, olvassátok az ő életét, választhatok ki belőle valamit, ami motivál benneteket, és hát így próbálunk ugye készülni, és hát már ugye hetekkel ezelőtt is meghirdettük, hogy erre az estére próbáljuk ugye szabaddá tenni magunkat, és hát közösen ünnepelni, hogy ne csak vasárnap jöjjünk el a szentmisére, hanem legyünk ott az ünnepnapján is, és hát ajánljuk a saját magunkat is, és a közösségünket, és a Sára testvérnek az oltalmába. Mert hát ugye a védőszentek, ugye akár csak a saját nevünk védőszentjét is ismerjük, és kérjük a segítségét, ő pedig ugye a templomunk is, és egyházközségünknek is a védőszent, ugye Salkázi Sára. És hát fontos, hogyha az ő életét nézve próbáljuk beleiktatni a saját életünkben is, hogy hogyan élt ő és mint élt. 1922 és 23 között Salkaházi Sára testvér eljegyzett mennyasszony volt. Ugye egy nemesi családból származott, ugye Kassán éltek, és hát valójában egy szállodájuk volt, és ugye ő egy lázadozó típusú ember volt, és ez nekem nagyon tetszett, ez a lázadozás ugye az ő életében, hogy próbált a megszokásoknak ugye ellent mondani. Ugye hát nem belesívulni akart ebbe a környezetbe, hanem ez a lázadozó természete ott volt, és ezt a lázadozó természetét az Úristen valahogy megtörte. Igen. És ez kell, hogy tudjon megtörni bennünket az Úristen. Mert vannak olyan emberek, akik csöndesebb, vagy egyszerűbbek, de nagyon sok lázadozó ember van. És az, hogy hogyan tudom átalakítani az életemet, hogy akár Szent Jánost is nézzük, ugye a Boanergész fiait, hogy megtörte az Úristen ezt a lázadozását. Ugye ő újságíró volt. Abban a korban nem volt ez divat, hogy a lányok újságírók, hanem egy kiskocsmába járt, cigarettázott, rövid haja volt, akkor nadrágot hordott, egész másképp viselkedett, mint egy akkori lány. Vagy egy hölgy. Igen. Ugye, és ez az eljegyzett mennyasszonyként, ugye ez az édesanyja befogadott egy fiatal embert Kosztosnak ugye magukhoz, és vele jegyezte el magát, hogy mennyire volt a szerelem, vagy mennyire nem. Nekem a véleményem az, meg hogy olvasva az életét, hogy ezt a házasságot inkább az édesanyja akarta, mint hogy ő, főleg az, hogy a szabadsága akart ugye élni, és hát valójában ugye mindig ott állt a szívében és a lelkében a vágy az, hogy ő valami többet akar tenni. És hát ugye hát a szociális érzékenység az mindig ott volt. A szívében és a lelkében. 1927-ben ismerkedett meg a már Kassán letelepedő szociális testvérek társaságával.
akik először kétkedve fogadták. Mert hogy amikor bement, akkor látták azt, hogy zsebre dugott kézzel, akkor belépett úgy, hogy nadrágba, hát gondolom nem úgy ment be alázatosan és egyszerűen, hanem hogy én vagyok a Salkázi Sára, ide akarok jönni, vegyetek föl, ennyi kincsem van, én ezeket behozom, a képességeimet, és hát ott is az alázatot kellett, hát, hogy nem arról szólt, hogy a szabadság azt jelentett, hogy akkor majd én diktálok, hanem ott neki alkalmazkodnia is kellett. Mik voltak Le tudott szokni a cigarettáról is. Igen, elvileg én azt olvasom, hogy nagy nehézségek. Igen, nehézségek. Szóval, hogy neki ez egy küzdelem volt, de megtette. Igen, tehát, igen. Hogy győzött végül. Küzdelem nélkül semmi nincs ugye az életünkben, egyébként ez közhely, de hát akkor is mindenki hát, meg kell küzdeni az embernek. Igaz, így van. Mik voltak az ő szociális, szervezői, pedagógiai területeken végzett legfőbb munkái? Most itt nyilván a lány iskolákra is gondolok, vagy a lányok nevelése, vagy tanítatása kapcsán kérdezem ezt. Ugye ezek is voltak, mert ugye újságíróként is ugye működött, akkor lapot jelentetett meg. Ugye, ami ugye fontos volt ugye számára, és tényleg az, hogy az elesett emberekkel való foglalkozás, ami nagyon fontos volt számára. Ugye, és ugye ebbe, amit ugye, mint világiként is élt, ugye az be tudta vinni azokat a képességeit, ugye ebbe a szerzetes rendbe, és ezen keresztül megcsinálni. Nekem nagyon tetszik az ő jelmondata, hogy amikor belépett a noviciátusba, akkor az Alleluját választotta, és ez az Alleluja volt számára az, hogy egy felkiáltás, egy öröm volt benne, hogy talán az, hogy megtaláltam a helyemet. Én ezt érzem ebben a jelmondatban, és azt, amit ugye tovább ugyanúgy csinált, azokban is benne volt ez, hogy a helyemen vagyok. Igen. És később, amikor az örök fogadalmát tette, hogy akkor volt az, hogy hozzátette az egyszer ego mitte mi, itt vagyok, engem küldj. Igen. És akkor utána későbbiekben, hogy ez a nem a lázadozás, hogy az átalakulás, hogy az a teljesen átadni magamat, amit csinálok. Én azt érzem Sára testvérbe is, hogy amikor még világiként dolgozott, akkor sem félvára vette az ő szolgálatát, az ő munkáját, hanem ő a teljes ember benne volt. Testestől, lelkestől, a lázadozásaival, a képességeivel, mindennel együtt benne volt abban a szolgálatban, amit ő tett. Mm. És hogy én ezt érzem, hogy a szerzetes rend is ezt tette, és ugyanez volt valójában az egész élete is, hogy itt vagyok, engem küld. És ahova küldte az Úristen, ugye ő nagyon el szeretett volna elmenni Brazíliába. Uh-huh. És hát végül is oda nem tudott elmenni, ugye, mert a háború ugye közbeszólt, és akkor maradt Magyarországon, maradt itt a mi kis területünkön, és ugye itt élte tovább ezt a szolgálatot. Mi hívta volna őt egyébként Brazíliába? Miért szeretett volna oda menni? Pont ez a szolgálat, hogy a szegény emberekkel, meg az elesettekkel való törődés. Ugye hát ez a szociális érzékenység az ott volt az ő életében, és ugye ezért próbált volna ő oda menni Brazíliába is ezt. És hát ebből a lázadozó személyiségből végül is annyira, hogy mondjam, hatékony volt ez az átalakulás, annyira megtalálta az ő helyét, hogy aztán ugye a szociális testvérek vezetője lett, és amikor 44-ben a nyilasok körül körbezárták a Bokréta utcai házat, akkor ő azt mondta, hogy mindenki meneküljön, mindenki menjen, és ő hátra marad, mert hogy ő a vezető, és ő a felelős. Igen, ő tette egy életfelajánlást, és ezt az Úristen elfogadta nekik, és a szociális testvérekkel is beszélgetve, és azt mondták ők is, hogy senkit nem vittek el a szociális testvérek közül, hogy a Vilma hitoktatót vitték el. Igen. Egyedül is, ugye őt is ugye ugyanúgy kivégezték, mint Sára testvér, hogy az Úristen is elfogadta az ő élet áldozatát, de nagyon sokat küszködött és imádkozott, és kérte az Úristent ahhoz, hogy ő ezt meg tudja tenni. Ugye ez nem csak egy olyan kihívás volt, hogy én valami nagy dolgot akarok tenni, ugye engem majd ez körbeugráljanak, hanem ez neki szívből és lélekből jött az, hogy ő ezt az élet felajánlását odaadta, hogy a rendért és az üldözöttekért, mindazokért, hogy akiket elfogtak. Igen. És ugye mondták is neki, hogy menekülj, mert jön az áva is, elvisz, el akar vinni téged, azt mondja, nem. Ugye a Jézusi gondolat ott volt, hogy nincs nagyobb szeretete annak, mint aki életét adja barátaiért. És ugye hát ott volt benne ez is. És valójában az Istennel való kapcsolata, hogy nem csak abban mutatkozott ő meg, hogy mindent teszek, hanem a személyes kapcsolat is megvolt az eukarisztiával, az oltári szentséggel. Nagy olvasok, hogy az élet történetében, hogy amikor elvitték, akkor kitépte a katona kezéből, magát is bement a kápolnában, letérdelt, és ott imádkozott. Hmm. És ugyanúgy, mint amikor kivégezték és mezitelenre vetköztették őket. Nagy keresztet vetett. Nagy keresztet letérdelt, és hát ez megdöbbenést váltott ki azokban az emberekben, akik kivégezték őket. Úgyhogy egy ilyen nagy hatású volt, hogy még az ellenfeleire is még tudott... Áldást kért. Hát igen, meg hát erőt gyakorolni azzal, hogy ő most mit tesz. A naplójában olvasni lehet, hogy azt írja, hogy
Nem tudom szó szerint visszaidézni, de arra vonatkozóan fohászkodik Istenhez, hogy bírja ki a kínzást, ne féljen a testi fájdalomtól, és hogy mindezt alázattal tudja végigvinni vagy átélni. Tehát ő nagyon hosszú ideje készült arra, és mintha látta volna maga előtt, hogy min fog ő keresztül menni, és mi vár rá. Én ezt arra tudom vonatkoztatni, hogy neki egy mély személyes Isten kapcsolata volt. És hogy az Isten nem csak ő beszélt az Úristennel, hanem tudott rá hallgatni is, hogy mit akar tőlem. Ez itt vagyok, engem küld, ugye ezt a jelmondatot nem véletlenül választotta, és a személyes beszélgetésekben, az Istennel a személyes beszélgetésekben is az ember meghallhatja, hogy mi az ő küldetése, mit vár tőlem az Úristen, vagy mit kér tőlem, inkább így mondom, az Úristen. És hogy mozsolhatom a rózsafűzért, imádkoztatom a zsolozsmát, de hogyha nem tudok hallgatni, és nem tudok figyelni az Istenre, akkor nem találom meg, hogy mi az én helyem az életemben. De hát itt nagyon sok beszélgetésben mindig azt próbáljuk fejtegetni, vagy azt arra kérünk tanácsokat akár atyáktól, nővérektől, akik bejönnek ide hozzánk, hogy ez a fajta hallgatás, hogyan tud működni, hogy valóban meghalljuk azt az üzenetet, amit nekünk szánnak. Ez nehéz, ez lehet, hogy egész élet, ugye nekünk is papoknak ugye mindennapi rohanásainkban, és ugye ott van az, hogy most leülni, elcsendesedni, hogy a belső békét és a belső nyugalmat is megtaláljuk. Beszéltem egyszer egy paptestvére, és ő mondta, hogy neki erőfeszítés volt az, hogy ott üljön az oltári szentséggel. Ez volt, hogy el is aludtam többször, de azt mondja, tenni kell. Ez épp olyan dolog, mint az ember, amikor megtanul akar egy nyelvet, vagy mindenhez. Gyakorolni kell azt, hogy az Istennel beszélgetek. Ugye ezért is jó a szentségimádás, hogy nyitott templomban az ember csak beül, és nem az óráját nézi, mondjuk kikapcsolja a telefonját, hogy mindenféle külső zavaró tényező megszűnjön, hogy csak rá tudjak figyelni. És hogy hát ő is, mint akár Teréz anya is, az elesettekben és az üldözöttekben ugye Jézus látta meg. Teréz anya is pont ezt mondta, hogy az imádság a személyes kapcsolat Krisztussal akkor tudom megtenni azt, hogy személyesen tudok odafordulni az emberek felé, és nem darabként nézem, és nem csak munkának nézem, hanem tényleg szolgálatnak. És én ezt látom Sára testvérben is, a rendszeres ima élet. Abból tudta ő ezt meríteni, hogy igen tudott mondani az Úristennek, és hogy elfogadta őt. És biztos vagyok benne, hogy ez nem egy ilyen hóbort volt nála, vagy hogy most én valami nagyot akarok alkotni, és hogyha majd meghalok, akkor mennyien fognak engem majd szeretni, és hogy oltára fognak helyezni. Biztos vagyok benne, hogy az évek alatt a formálódott benne, és alakult a szabadság és az alázat az ő szívében és a lelkében. Ami nem volt meg, ez kialakult benne, és ez is akár mindannyiunknak lehet példakép is a mai korunkban. A május 11-e, tehát egy fontos dátum, és szeretettel várja a híveket akkor az újpalotai plimáriája. Igen, este 6 órakor lesz ugye az ünnepi szentmise, és akkor ünnepelünk, és adunk hálát az Úristennek, Sára testvérét, az ő életét, és ahhoz, hogy az égi közben járunk, és hát mint példaképünk, hogy nem csak egy focista, nem csak egy sportoló, nem csak egy színész lehet példaképünk, hanem akár egy kedves nővér, egy szociális testvér is, akinek a védnöksége alatt éljük az életünket. Repcsik Gyula atya volt a vendégem, köszönöm szépen a beszélgetést, dicsértessék. Mindörökkel, nagyon szívesen.